A válság ellenére sem csökkent az az összeg, amelyet idén a székelyudvarhelyi alapítványok egyesületek pályázatára szánt a polgármesteri hivatal, sőt, tavalyhoz képest növelte a támogatási területek számát. Míg tavaly 180 volt a sikeres pályázatok száma, addig idén több mint 190-en kaptak vissza nem térítendő anyagi támogatást, többek között kulturális programokra, rendezvényekre, ifjúsági eseményekre, környezetvédelmi és fejlesztési, valamint szabadidős és sporttevékenységekre. Utóbbira igen jelentős tételt, az össztámogatás felét szánta a hivatal. Ma több mint 30 nyertessel írta alá a finanszírozási szerződést a polgármesteri hivatal azokkal, akik olyan eseményre, rendezvényre kértek támogatást, amelyek ebben a hónapban zajlanak. Bunta Levente polgármester megköszönte a sikeres együttműködést, kiemelve a partnerség fontosságát, melyet, mint mondta, sikerült valamennyi pályázóval kialakítani. Örülök annak, hogy az elmúlt időszakban sikerült egy partnerséget kialakítani. A költségvetésünk 20-25%-át, a költhető pénzünk 20-25%-át pályázati formába írjuk ki, partnerségbe valósítjuk meg a különböző programokat. A következőkben pedig azt szeretnénk, hogyha ez a partnerség konszolidálódna, tehát a játékszabályokat most már ismeri mindenki, a pénzek elköltésének, programok kivitelezésének módozatát tudják a partnerek, és egyre gördülékenyebben megy. Ezelőtt 4 évvel mindegy 2 pályázati kiírás volt, és ezt gazdagítottuk több mint 8-ra, és az eredmények úgy érzem, hogy magukért beszélnek. A polgármester azt mondta, a város javát, előrehaladását szolgáló kezdeményezéseket, rendezvényeket továbbra is kiemelten kívánja támogatni, mint ahogy az alapítványokkal, egyesületekkel való jó együttműködést is. A szerződések aláírására jövő hét folyamán minden sikeresen pályázóval sor kerül.